Jól, aztán mégis sikerült győzni. Igen, valóban az elején az Újpest nagyon nagy nyomás alatt tartott minket, és nagyon sok hibát ejtettünk emiatt, és nem tudtuk a saját játékunkat játszani, viszont a negyedik szettől elkezdve mi tudtuk ezt a nyomást rájuk helyezni, és el tudtuk kezdeni azt a röplabdát játszani, amit egész évben gyakoroltunk. Mi játszott szerepet abban, hogy kitisztultak a fejek, mert gyakorlatilag ugye azt kellett hozzá, hogy a negyedik szettől elkezdtünk gondolkodni, tudatosan játszani. This is my secret. Ez az én titkom, de szerencsére úgy reagáltak rá, ahogy azt reméltem. Onnantól kezdve kiküszöböltük a hibákat a játékunkból, nagyon jól védekeztünk, és ennek a mai győzelemnek ez volt a kulcsa. It was the key to win this game tonight. És akkor ilyen lesz a folytatás is? Now is the... Nem, semmiképpen sem, ez egy új nap, egy más mérkőzés lesz a következő. Ma este még nagyon boldogak vagyunk és ünnepelni fogunk, de holnaptól ismét a munkája főszerep, és készülnünk kell ugyanúgy tovább. Ez itt már a rájátszás, nincsenek könnyű mérkőzések, ez egy teljesen más világ, és muszáj végig fenntartani a koncentrációt ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Gratulálok a győzelemhez. Nyilván sok ilyen meccset játszottál már. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk három ilyen nyögvenyelő szett után valahogy ugye a fejekbe rend teremtődjön, aztán beinduljon a szekér? Nyilván nem volt könnyű dolgunk, mert nagyon nehézkesen indult a mérkőzés számunkra. Fejben kell erősebbnek lenni ilyenkor, amikor a nehezebb pillanatokban, döntő pontoknál kell megállni a helyünket. És úgy érzem, hogy a negyedik szettben, ahol ugye nagy különbséggel nyertünk, ott jött ki igazán a különbség, hogyha el tudjuk kezdeni a saját játékunkat, nem stresszeljük túl a helyzeteket, akkor át tudjuk venni az irányítást, és tudjuk játszani a saját játékunkat. Ez így volt, csak ugye nem akarok most ezen itt lovagolni nagyon, de ugye a harmadik szettben ott azért eléggé szétesve röplabdáztunk, aztán a negyedik szett meg úgy indult, hogy vezettünk 7-1-re, 13, nem tudom, 3-ra talán, tehát hogy ez a hirtelen fordulat ilyen néhány perc alatt, az mégiscsak hogy valósult meg? Hát úgy, hogy az volt az utolsó esélyünk. Tehát, hogyha nem nyerik meg azt a szettet, akkor idegenben megint nehéz lesz játszani. Tehát mindenkinek össze kellett szednie magát, és az utolsó erejéig mindent kiadni, mert az volt az utolsó esélyünk. És akkor most így kell csak folytatni, nem? Hát igen. Most mindig csak a következő mérkőzésre kell gondolni, nem lesz könnyű.